mindenkit, Necrocrim vagyok, és jön egy Warframe update videó atomkezdőknek. Az előző videót egy kicsit rég csináltam meg, és a Warframe most jelentőset változott ebben az elmúlt időszakban, és némileg kavarodást okozhat, ugye. És hogy elkerüljem a rengeteg kérdést, amit a régi videónál tesztek fel, hogy mi hol van ez, mi hol van az, akkor most jön egy videó újra atom kezdőknek Warframe-ről, amiről szó lesz a videóban, hogy mit csináljunk most kezdőként a Warframe-be, az alapfogalmakkal tisztában leszünk egy kicsit, természetesen mindenre nem lesz idő, így is rengeteg tömény információt fogunk átadni, és mivel hogy már egy jó 2000 órája kezdtem el a játékot, így aztán ha valamit netán kihagynék, ami kezdősorban úgy van, az tömény valószínűleg azért van, mert megváltozott és nem tudok róla, de mindenképpen egy jó kiindulási pont lesz ez a videó a kezdők számára. Na most, hogyan is indulunk neki a Warframe-nek? Ugye megcsinálod a tutoriál videót, ahol megmented magadnak ezt az űrhajót, ami nem úgy fog kinézni, ahogy kinéz most itt nektek, hanem ilyen teljesen üres lesz és fehér is, ami valószínű, a színei fehérek lesznek. Akkor bele kell szerezned alkatrészeket. Ezek az alkatrészek a Codex, a Market, a Foundry, a Mods, az Inkubátor és az újonnan megalakított Void Relics. Na most ezeket az alkatrészeket megszerezni úgy tudod, hogyha követed a játék által kijelölt küldetéseket, amelyek az elején lesznek egy páron, onnan tudod, hogy melyik az aktív küldetésed, hogy itt a bal felső sarokban a kettes számocska mellett, amit nekem most van, megjelenik egy X, az jelzi az aktív küldetésedet. Na most, nektek valószínűleg csak a földdel fog indulni egyelőre a küldetés, és a végére eljutok annyira, hogy rengeteg, illetve meg lesz gyakorlatilag egy csomó bolygó, de viszont nem kell pánikba esni, a mostani Warframe-ben a kezdőknek áll a világ. Olyan szintű egyszerűségre van csinálva a játék, hogy nem lesz gondod vele a továbbhaladással. Nem fogsz feltenni ilyen fölséges kérdéseket, hogy mit kell csinálni itt, mit kell csinálni ott, mert mindent ilyen szájba rágósra csináltak meg az új térképen a Warframe-be, és a kezdőknek nagyon-nagyon jó dolga van ezúttal. Nekünk egy kicsit, akik öregebb volt, egy kicsit nehezebb kisillabizálni, hogy mit, hogyan, hány, merre, meddig, de most a kezdőknek nagyon-nagyon-nagyon jó dolga van. Mire kell figyeljél a térképed útjai során? Tegyük fel, ugye indulsz az a földön, és most fogadjatok meg egy nagyon jó tanácsot, így egy öreg borrővestől, ami az idővel nagy hasznotokra lehet. Ha eljuttok egy bolygóra, tegyük fel itt most majd a földre, lesznek rajta különböző pályák. Én nagyon-nagyon javaslom, hogy az összes pályát oldjátok fel, amit csak lehetséges. Minden pályát oldjatok fel, szükség lesz rá idővel. Tehát ott vagytok a földön, játsszátok ki a földet, magyarul oldjátok fel az összes pályát. És idővel elértek az ilyen feliratokhoz, hogy junctionok, tehát például itt a Mars felé vezető úton van egy junction, és ezen a junctionon különböző feladatokat kell végrehajtani, amit látjátok, tehát itt van, hogy Defeat 150 Frontier Greenies Enemies on Earth, Sabotage 3 Toxin Injectors on E-Prime, bla bla bla. Ezekért cserébe, ha ezeket megcsinálod, efféle jutalmakat fogsz kapni, mint például az Archwing, és mint például egy Fragor Blueprint, és mint például megkapjátok itt helyből a Void Relic szegmentet. Na most, ezeket, amilyen bolygóknál ilyet láttok, nem minden junctionnél lesz ilyen, de ahol például láttok ilyeneket, azt érdemes megcsinálni, amit látjátok itt a Ceres junctionnél is van egy, azokat érdemes megcsinálni. Cserébe kaptok fegyvereket, és cserébe kaptok új küldetéseket, olyan küldetéseket, melyek kritikusak abból a szempontból, hogy tovább haladjatok a Warframe-mel, nyugodtan, semmi akadály nélkül. De ne feledjétek el, amint eljutok egy új bolygóra, oldjátok fel az összes pályáját. És a következő dolog, amire figyelni kell azzal kapcsolatban, hogy feloldjátok az összes pályát, minden bolygón, még a Földön is, vannak egy olyan
úgynevezett pályák, ahol mindig van egy nagy boss. Ja, azt még elfejtettem mondani, hogy a Földön is, az ilyen junctionöknél van egy mini boss. Hogyha megcsináltad ezeket a küldetéseket, akkor elmész a Mars Junctionre, leadod a küldetést, és cserébe, hogy átmehess egyik bolygó a másikra, meg kell harcolni egy minibosszal. Ha legyőzöd azt a minibossz, kezdőszinten megesett, hogy egy kicsit harcolnak velük, de nem nehéz ellenfelek, és hogyha legyőzöd őket, akkor tovább mehetsz egy másik bolygóhoz. De csak úgy tudod őket legyőzni, hogyha teljesíted a küldetés alapjait, és utána elmehetsz, lezúzod a képét, és már is tovább tudsz menni egy másik bolygóra. Nem nagy dolog. És ahogy elérsz másik-másik bolygókhoz, van rajtuk boss fight. Na most ezek a bossok, mint például a Vénuszon a Fossa, ők adják a Warframe-eknek a darabjait. Nos, hogyha... Minden Warframe-nek három darabja van. Van egy Neurooptics, ahogy manapság hívják, egy System és egy K-System. Három darabból áll minden Warframe, plusz egy egyesítő tervraj. Szóval, javaslom, ahogy haladsz minden bolygóval, és természetesen feloldod minden pályát, sehol sem kell siess ezzel a játékkal, a boss fightot többször csináld meg, addig csináld meg, amíg kidobja a Vénusz, például a, itt most a Vénuszon, a Fosszánál, kidobja a Neurooptixot a Rhinónak, kidobja a Systemét, és kidobja a Casey-t is a Rhinónak. Tehát addig-addig jár vissza farmolni az adott bosst, amíg megszerzed a Warframe-ektől, a Warframe-től ezt a három alkatrészt, és ezt javaslom megcsinálni az összes pályán. Egy bosst addig farmolj, amíg megszerzed az összes alkatrészt az adott Warframe-re. Na most ugye ebből adódóan, és természetesen az összes ilyen junctionon végigmész, megcsinálod szépen a küldetéseket, és megkapod cserébe azt, hogy hogyan kell haladj a Warframe-et. Tehát már gyakorlatilag semmit nem kell csinálnod, szinte utána néznek, hogy mihol található meg a játékban a Wikipédián, mert ahogy haladsz a bolygókkal, és már pedig ha haladsz és minden pályát feloldasz, előbb-utóbb elérsz mindig azokhoz a pontokhoz, ahol megkapod a következő küldetésre valót, vagy a következő bolygóra jutásnyi valót. De mindenképp javaslom, hogy addig farmoljatok egy buszt, amíg megkapjátok a három alkatrészt a Warframe-re. Na most, ha ugye így jutok tovább, és szerzitek meg a Warframe-eket, mert a küldetések, ja, még mielőtt megszereznétek a Warframe-eket, ugye szerezni fogtok egy pár új küldetést, akkor beszéljünk arról, és utána beszélünk a Warframe-ekről. Ugye, mint például ennél a Mars Junction-nél a The Archwing Quest-et. Na most, hogyha már itt megszerzitek a bolygókat, de szerzitek a küldetéseket, addigra már minden bizonnyal meg lesz nektek a kódex. A kódexben rányomtok ugye, hogy bemenjetek, és itt megtaláljátok az összes küldetést, amit eddig megszereztetek, és meg kell csinálni. Na most, néhány fontos küldetés, hogy a Warframe-ben kényelmesen tovább tudj haladni, mint történetileg, mint játékmenetileg. Az pedig ugye az Archwing, az a Nata Quest, az a Stolen Dreams, a Second Dream és a Once Awake. A többit megcsinálod, ha akarod, de nem muszáj, de javaslom megcsinálni őket, amúgy tök jó történetek, viccesek, stb. Jó mókák, de ezek az Archwing, a Second Dream, a Stolen Dreams, Once Awake, War's Prize, ezek azok a dolgok, amelyeket kötelező megcsinálni, hogy tovább tudj haladni a Warframe történetébe kényelmesen. Nem ebben a sorrendben, ahogy felsoroltam, hanem ahogy adja majd a játék, de mindenképp meg kell őket csinálni. Na, és ez az, amire az elején fókuszálnak kell, hogy meglegyenek. Ugye a Warframe úgy indul, hogy kettő Warframe slotot ad neked, az egyikbe lesz a választott karaktered, ami hát ki mit választ, az a jobb, manapság a legtöbben Excaliburt választják, mert az egyik legkönnyebben játszható karakter. Na, és ugye lesz két Warframe, és mindig azzal jönnek nekem a kezdők, hogy mi legyen a következő Warframe, amit választ. Hát azt mondom, hogy a mai Warframe-ben a következő karakter, hogyha már választasz egy másik karaktert, talán a legérdemesebb megfontolni a Rhinót, a Valkürt, és hogyha bekerülsz egy klánba, már pedig kerülj be egy klánba egy idő után, vagy ha még azelőtt kerülsz be a klánba, hogy kiválasztottad volna a második karakteredet, akkor pedig a klánból kiszedhető Wukong Warframe-et ajánlom még a kezdőknek.
szinte egy halhatatlan karakter, és nagyon kellemes, kényelmes vele játszani az új Warframe világában. Na most, de ahogy ez lenni szokott, gyerekek, egy Warframe nem elég, szóval előbb-utóbb, aki szeretne, természetesen eljut erre a szintre, hogy meg lesz neki minden Warframe-et akar és meg akar csinálni, és stb. Warframe-ekben kettő típust különböztetünk meg, a sima Warframe-eket és a Prime Warframe-eket. A Prime annyiban különbözik a sima Warframe-ektől, hogy némelyik adatában több, mint a sima. Mondjuk több az élete, vagy több az armorja, stb. Stb. Nem túl nagy extra, én javaslom mindig megszerezni a simákat, és idővel, ha már meggazdagodunk a Warframe világán belül, megszerezni esetleg a Prime-okat. Na most, ugye, mint mondtam, minden Warframe-nek három alkatrészből áll, egy Neurooptic System és Kaesis, és ezeket egyesíti az úgynevezett összesített tervrajz, ugye a adott Warframe blueprintje, amit a marketben tudtok megtalálni. A Warframe-ben minden elérhető ingyenesen. Rengeteg munkával, de tényleg minden elérhető ingyenesen. Nem kell egy fillért se költs rá, ha nagyon nem akarod. Na most, tegyük fel, a Vénuszon jártál, és megszerezted a Rhino-nak a Neuroptisized Systemét és Kaesisét, és neked kell a Rhino. A Warframe Market egyszerűen működik, van itt egy search, beírod, hogy Rhino, mondjuk írjuk be, hogy angolul Rhino, igen, és akkor itt van a Rhino, ugye egy csomó mindent kidob, mindent, ami a Rhino-val kapcsolatos, gyakorlatilag, amit meg lehet szerezni. De ugye neked kell a sima Rhino. Rákattintasz a sima Rhino-ra, és itt van, ittól az egeremet látjátok, egy ilyen kis kredit jelesik, hogy a kredit a Warframe mesterséges pénzneme, a platinán kívül, ami itt ugye a platina az, ami rendes pénzért meg lehet venni, aminek ugye mondhatni, hogy valódi értéke van. Na most a Warframe-ben semmire nem kell gyakorlatilag platot költs, ha nem akarsz. Kredit jelecskére rámész, és megveszed a Rhino blueprintjét, és összerakod végül a Foundry-ban. Na most, a marketben ugyanígy működnek a fegyverek is, tehát nem kell pánikba, itt van a home gomb, rámész, és ha nem tudsz valamit, mit keres, gyakorlatilag mindent megtalálsz, de ne feledd, mindenhol keresd azt a adott kredit jelecskét, amit kell, és az ad egy tervrajzot, amiért nem igazi pénzzel kell fizetni. Na, a következő dolog, ami beszeretnék mutatni neked, az pedig ugye a Foundry lesz. A Foundry-ban tudod összerakni mindazokat a fegyvereket, vagy Warframe-eket, amelyeket megszereztél, és ezáltal össze tudod őket rakni. Jó időbe telik, hogy legyásd ezeket a dolgokat, de ha megszerzed rá a nyersanyagot, akkor és a megfelelő tervrajzokat, akkor össze tudod őket rakni. A másik lényeges dolog, amire fel akartam hívni a figyelmet, az az, hogy ahogy mész minden bolygón, szerezd meg, mint mondtam, minden Warframe-et. Nem kell őket legyártani azonnal. Mindig akkor gyárts le egy újabbat, hogyha már szereztél rá helyet, hogyha már szereztél rá ugye extra helyet, ha van már egy Orokin reaktorod, ha van már egy Orokin kataliszt a fegyveredbe, most ezekről fogunk majd mindjárt beszélni, mi az a reaktor és mi az a kataliszt, ugye. És még egyszer mondom, a térkép miatt ne aggódjatok, hogy kusza lesz, minden az utatokba fog kerülni. A lényeg az itt, hogy idővel szépen lassan meg tud szerezni az összes Warframe-et, az összes Warframe, és némileg szerez némi platot is, ugye, hogy tudják kereskedni, hogy tudj szerezni magadnak újabbnál újabb Warframe-eket. Nem lesz egy gyors folyamat. Ha szerencséd van, gyors vagy, ha ügyes vagy, gyors vagy, gyors lesz a folyamat, ha nem, akkor lassúbb, de mindenképp megvalósítható. Na most, jöjjön a Warframe modolás alapjai, semmi nagyon extra, gyorsan el fogom mondani, hogy mi mit csinál. Ha ismeretlen fogalmat hallotok, akkor kérlek nézzétek meg a videóimat, rengeteg ilyen videó van arról és erről és amarról, karakterbemutatók, modolások, minden, amíg ráéreztek a saját stílusotokra, azok a videók, még ha régiek is, egy nagyon jó irányba betesznek titeket arra, hogy hogyan álljatok hozzá a játékhoz, úgyhogy nem kell aggódni azon, ha nagyon régi, az alapjai, amit elmondok ezekre a videókban, ugyanazok maradtak, és itt sem mondok nagy újdonságot, csak egy kicsit ne ijedjetek meg attól, hogy mi történik a pálya körül. Na most, gyorsan rátérve a modolásra,
most elmondok el jó pár fogalmat, ezek a modok. Ez itt a fő mod, ez úgy hívják, hogy aura mod. Arra való, hogy a Warframe-edet általánosan erősítse és valami extrával ruházza fel. Továbbá kiegészítő pontokat ad a modoláshoz. A kiegészítő pontok alatt mit értek? Itt van ez a 74-es szám, amit láttok itt bal oldalt. Ők a pontok, amiket felhasználhatok modolásra. Minden modnak van egy értéke, mint látjátok itt a Redirectionnek, például 14-es értéke van. Minden helynek, nem minden helynek, de minden helyen, ahol látjátok itt a Vitality-nál azt a zöld kis kettest, gyakorlatilag az azért van, mert ennek a Vitality-nek valójában 4-es az értéke, de ha beteszem az azonos jelecskéjű, tehát ebbe a D jelecské azonos jelecskéjű helyére, akkor az a pont megfeleződik, ezáltal több pontot tudok elérni. Mi szükségeltetik ahhoz, hogy erősebbé tedd a Warframe-edet? Elsősorban a modolás tesz is erősebbé a Warframe-edet, azt kell mondjam, mégpedig modolni úgy kell, hogy tegyük fel, hogy rámész, hogy mods, itt van, tehát még egyszer mutatom, jobb alsó sarok, mods feliratra rámész, és azt mondod, hogy te szeretnéd, hogy az egyik modod erősebb legyen. Kiválasztod, tegyük fel itt most a Vitality-t, rámész, hogy még egyszer mutatom, tehát kiválasztod a Vitality-t, start fusing into selected mod, oké, és koncentrálj arra, van itt leghátul egy olyan gomb, hogy duplicates, tehát ha a Vitality-ból, mivel nekem minden név sorrendben van állítva, ha a Vitality nevű mododból van még több ilyen mod, akkor össze tudod őket rakni, hamarosan meg fogom mutatni, hogy hogyan csináljuk azt, amint elérek a Vitality-hez. Vigor, Vitality. Na, látjátok, nekem 709 Vitality, jaj de jó, és hogyha az azonos nevűeket összerakom, tegyük fel, hogy Select All, és jó, most akkor megcsináljuk a kedvetek, és Select All, Uninstall mod, és amint látjátok, hogyha összeadódik az, a többi, akkor így megnövekszik a modnak az értéke, és több erősebb lesz által a Warframe-ed. A következő dolog, pedig hogyan tudtok még modolni, akkor itt most Cancel Fusion lesz, az pedig a Fusion Core-oknál. A Fusion Core-ok nagyon értékesek, rettentő módon kivagyok jelenleg fogyva belőlük. Fusion Core-ok nagyon értékesek, mert bármelyik is az mindegy arra valók, igazából ez az igazi fűtőanyaga annak, hogy fel tudja modjaidat erősíteni. Nos, hogyha ezen túl vagyunk, hogy már tudjátok, hogy nagyjából hogyan kell erősíteni a modokat, és az elején halál mindegy, mert amitek lesz, azt kell belerakni a Warframe-be, és attól lesz erősebb. Egy még fontosabb dolgot kell tudjatok. Minden Warframe-be, illetve minden fegyverben rakni lehet úgynevezett Orokin reaktort. Orokin reaktort Warframe-be, úgynevezett Orokin katalisztot kell rakni fegyverekbe. Nos, ha ezt az Orokin reaktort, ez úgy működik, hogy fogod, idejössz, rákattintasz és berakod. Szerezni ilyen Orokin reaktort, illetve Orokin katalisztot, alert missionökön lehet, és invázió alerteke lehet. Az alert mission, itt a kettes számmal ellátott kis ilyen felkiáltójel, az invázió az ököllel ellátott felkiáltójel. Mind a kettőt érdemes nézegetni, mert lesznek Orokin reaktor, illetve kataliszt alertek. Továbbá a marketból is vehet 20 platináért. Az első 50 platinádat mire érdemes költeni? Hát majd tegyük fel, az első és kezdő Warframe-edbe érdemes venni egy Orokin reaktort mindenképp, mert azzal sokáig fogsz mászkálni, és annak erősnek kell lennie, úgyhogy egy Orokin reaktort érdemes tenni az első Warframe-edbe, egy Orokin katalisztot érdemes tenni az első fegyveredbe, illetve az első komolyabb fegyveredbe, mert mondjuk a kezdő fegyver, ha bár jó, de létezik attól nagyon sokkal komolyabb fegyver is. Nos, haladva a következő szintre.
A következő dolog, amire figyelnetek kell, az a formázás a Warframe-ekben, illetve a fegyverekben. A formák arra valók, hogy több extra pontot nyerjél a modolásaid során, hogy a modolásaidat teljesen ki tud húzni, és majd maxos emeld a modolásaidat, és extra helyet tudjál nyerni. Mire gondolok? Például itt van ez az Intensify mod, ugye 11-es értéke van neki, de ha az ugyanolyan jelű helyre berakom, akkor megfelelzi az értékét, ezáltal több pontot fogsz tudni nyerni a Warframe-et számára. Hogyan kell formázni? Actions gombra rámész, és itt van, hogy Polarize. A Polarize-nál rámész, kiválasztasz valamit, és ugye amilyen jelecskét akarsz, olyat beraksz neki, természetesen nézed, hogy milyen jelecskét akarsz berakni, és az adott módhoz igazítod a dolgokat, és így tudsz formázni, ezáltal ugye több helyet nyerve. Az első Warframe-edet is érdemes egyszer-kétszer leformázni, hogy bele tud tenni az összes modot teljesen felmaxolva, hogyha szükség van rá, hogy tényleg erős legyen az az adott Warframe. A következő dolog, amire szintén figyelnetek kell, ha megcsináljátok a Second Dream után lévő questet, mégpedig, mindjárt megmutatom melyiket, vagyis a Second Dream nevű questet, nem után, tehát ha megcsináljátok a Second Dream nevű questet, ő lenne az, ennek a végén, ennek a questnek kaptok egy Focus Lens-e, Focus Lens nevezetű dolgot, amit érdemes szintén berakni a Warframe-edbe elsősorban, és ezáltal gyűjtesz fókuszpontokat is. A fókuszpontokról van videóm, nyugodtan csekkoljátok le, ott elmondom az alapokat a fókuszokról, attól függetlenül egyelőre foglalkozni még vele nem kell, csak tudjatok róla, hogy azt is bele kell rakni egy Warframe-be, éppen abban, amelyiket a legtöbbet használod, vagy abban, amelyiket legjobban tudsz ölni, és a fókuszlenszet itt találjátok, rákattintotok itt a végére a fókuszra, és berakjátok a kívánt fókuszlencsét. A fókuszlencse csak akkor ad fókuszpontot, hogyha 30-as Warframe-ekbe tudod, 30-as Warframe-ba rakod bele, csak abba is tudod belerakni. A fegyvereknél ugyanígy működnek a dolgok, mint a Warframe-eknél, csak Orokin katalisztot kell belerakni, nem reaktor, csak hogy bonyolítsák a helyzetet. Nos, hölgyeim és uraim, remélhetőleg mindent elmondtam, ja igen, Carrie a Companion-nél, a kezdőknek érdemes a Carrier-t választani, tehát a sima Carrier-t, ő lenne az, mert összegyűjti a nyersanyagokat maga körül, és ezáltal egy jobb boostot tudsz adni magadnak. Nos, a következő dolog, amire figyelni kell, az kezdőknek is nagyon fontos, hogy minden alertet, ami itt van a kis háromszög, és minden invázió alertet, a kis öklöt meg kell csinálni. Azért kell megcsinálni, mert amire oda kerülsz, hogy szükséged lesz mindazokra, amit az alertek dobnak, már meg lesz. Ha nem csinálod meg az alerteket, semmit nem lesz, mire oda kerülsz, hogy szükséged legyen rá. Ami itt alertan, ebbe a kettőben mindent meg kell csinálni, hogy legyen, amiből építkezni tudsz a jövőben, mert ha ezeket nem csinálod meg, vége. Tehát nem lesz, amivel meg tudnád dobni magadnak egy következő szintet, egy következő lépést a Warframe világán belül. Nos, most már tényleg ennyi lett volna, ez a nagy történet, manapság a Warframe-ben semmi nagyon extra, semmi nagyon nehéz és semmi nagyon durva. Kezdőknek most nagyon jó elkezdeni Warframe-et, amúgy is egy jó játék, és lehet élvezni a mindennapokat vele. Úgyhogy hajrá srácok, farmolásra és Warframe-ekre fel, én köszönöm a figyelmet, sziasztok!